Szervusztok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai nyelvtan előadáson, amelynek témája a szöveg mikroszerkezete. Természetesen maga a cím is utal arra, hogy már volt korábban egy felvételünk, amelyen a szöveg mikroszerkezetével foglalkoztam. Mindenképpen a két előadás egymáshoz tartozik. Fogok is visszautalni. Mindjárt az első diámon, az előző előadásra, amelynek témája tehát a szöveg mikroszerkezete volt. Akkor azt mondtam, hogy a szöveg felépítése az nagyon hasonlít egy házépítéshez, és ahogy a házépítést is az alapok kiásásával, és aztán pedig a téglák felrakásával kezdjük, úgy a szövegnek a mikroszerkezete az nem más, mint a téglák, illetve a tégláknak a szépen egymásra helyezett sora. Most azonban, hogyha maradunk ennél a házépítés hasonlatnál, akkor már kicsit tovább lépünk, és nem a téglákkal, nem a téglák felrakásával foglalkozunk, hanem az alappal, a falakkal és végül a tetővel. Tehát ezzel a hasonlattal próbáltam bevezetni, hogy emlékezetes legyen mindenki számára, hogy miről is szól a szöveg makroszerkezete. Tehát alap, falak és a tető. Az, ami gyönyörűen látszik, ami kívülről is egyből látszik, amiért mindannyian szeretjük a házainkat, valljuk be, nem a téglák miatt, hanem a gyönyörű falak és gyönyörű tetőzet miatt szeretjük a házainkat. No, akkor nézzük meg a következő ábrán, hogy hogy is épül fel az alap, az oldalfalak és a tetőzet egy szövegben. Először is a szövegnek nagyon-nagyon fontos eleme, és majd beszélni fogok róla, hogy ma különösen nagyon fontos eleme a címadás, ami lehet akár egy szó, akár egy szókapcsolat, vagy idegen szóval frazéma, vagy akár egy teljes mondat is. És ezután a szöveg három fő részre tagolódik, amit már az általános iskolában is nyilván sokan megtanultatok, ez pedig a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés rész. Általában a bevezetés rész nem szép irodalmi szövegekről fogok most elsősorban szólni, ezt előre bocsátom, hanem olyan fogalmazásokról, amiket ti is írtok itt a gimnáziumban. Általában azt szoktuk javasolni, hogy maradjunk az egybekezdésnél, de elméletileg nem kizárt az, hogy többbekezdés is lehet. A tárgyalás viszont mindenképpen többbekezdésből kell, hogy álljon, és végül pedig a befejezéshez jutunk el, amelyik, hogy úgy mondjam, a tetőzete a szövegházunknak, és ez is legjobb esetben egy bekezdésből áll. Gyorsan menjünk is tovább, mert ma elég sok szöveget kell majd elolvasnom. Először is beszéljünk a címadásról. Ahogy előre bocsátottam, a cím ma rendkívül fontos, hiszen rengeteg szöveg van körülöttünk, az életünk mindennapos részét képezi, az interneten, plakátokon, és nagyon-nagyon sokféle módon találkozunk ma szövegekkel, és éppen ezért válogatnunk kell a szövegek között. A válogatásnak szinte ma az egyik legfőbb szempontja az, hogy mit is mond a cím. Felkelti a figyelmünket a cím. Miután elolvastuk a címet, tovább kell-e olvasnunk a szöveget, vagy pedig úgy döntünk, hogy ez minket nem érdekel. A főcím tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az írásmű tömör, pontos, figyelemfelkeltő összefoglalása legyen. És ahogy már mondtam, ez lehet egy szó, lehet egy szószerkezet, vagy akár egy egész mondat is. A címek különböző fajtáit már összegyűjtötték a nyelvtan szakemberei, nyelvtudósok, és megfigyelték azt, hogy vannak olyan címek, amik téma megjelölő címek, vagy lehetnek műfaj megjelölő címek, vagy úgynevezett felidéző címek, ami nem más általában, mint valamilyen fajta idézet. Lehetnek szóviccek, szójátékok, vagy lehet úgynevezett reklámcím, vagy röviden címke is a főcím. Megfigyelhetjük azt is, hogy hosszabb terjedelmű írásművek esetén ez nem feltétlenül igaz a ti fogalmazásaitokra, a főcímek mellett találunk alcímeket is. Az alcím az általában magyarázza a főcímet, az egész mű tartalmára vonatkozik, ez lehet szintén egy szó, egy szószerkezet, vagy akár egy mondat is, mindenképpen új sorba kell viszont tördelnünk, tehát az első sor lesz a főcím, és alatta pedig kisebb betűkkel szedve az alcím, ami részben megmagyarázza, részben pedig kiegészíti a főcímet. Itt is található mindjárt a dián, hogy tehát mi a feladata az alcímnek, a főcím kiegészítése, főcím magyarázata, az írás témájának meghatározása, vagy akár az írás műfajának meghatározása.
Lássunk ezek után néhány nagyon ismert címet. Elsősorban most itt szépirodalmi műveknek a címeit mutatom nektek. Nyomorultak, sorstalanság. Mindössze egyetlen szó, de nagyon fontos, hogy az a szó, amit egy terjedelmesebb szépirodalmi alkotás címéül választunk, az nagyon frappáns, rendkívül kifejező legyen. Ilyen esetben például a sorstalanság az. A legtöbb idegen nyelvű fordítása ennek a regénynek, Kertész Imre regényének, az nem is egy szóval adja vissza, hanem több szóval. Vagy lehet szókapcsolat, mint a híres háború és béke, vagy akár az Édentől keletre, ami egyben idézet is, tehát felidéző cím is. Vagy nagyon divatosak az olyan címek szépirodalmi alkotásokban, hogy valakinek a valamije, például Tamás bátya kunyhója, vagy akár egy egész mondat is lehet, mint a Nyugaton a helyzet változatlan, Remarque-nak a híres első világháborús regénye. A tudományos művek címadásában is szinte azt mondanám, hogy kötelező a főcímek és alcímek megadása. Erre is mutatok nektek egy-két példát. Nagyon jó az, hogyha itt is frappáns címeket választunk. Például a Kész a leltár nyilvánvalóan József Attila költészetének egy bizonyos korszakára utal. Itt egy vers címet találunk, tehát felidéző címről van szó. Vagy ugyancsak idézet szerepel a Magyar gondolat, Szabad gondolat című könyvben, amely Litván György történésznek a műve, Nacionalizmus és progresszió a század elejé Magyarországon. Láthatjátok tehát, hogy a főcím, amennyiben nem magyarázza meg pontosan, hogy miről szól majd a könyv, mindenképpen nagyon fontos, hogy az alcímben pontosítsuk azt, hogy miről is lesz szó. És végül itt van a Darwin fekete doboza című könyv, nagyon ismert könyv ez, amerikai keresztények nagyon sokat idézik, egy Michael Behe nevű biokémikusnak a könyve, amely az evolúció elmélet biokémiai kihívásairól szól, de egy nagyon frappáns cím ez is, hogy a Darwin fekete doboza. Végül nem utaltam rá eddig, de azért szeretnék röviden kitérni arra, hogy mi is az a motto. Gyakran megfigyelhetjük, hogy a főcím és alcím, valamint a bevezetés között van még valami. Ez a valami legtöbbször egy idézet, amelyet úgy nevezünk, hogy motto. Az irodalomban egy-egy alkotás szellemére, szemléletére vagy tematikájára utaló idézet, amit a mű erejére illesztünk, és nem ritka, hogy a mű szerzőjének, azaz például nekünk, hogyha mi vagyunk éppen a mű szerzői, a mi példaképünk, vagy mesterünk, vagy a szellemi előképünk, akire szeretünk hivatkozni. Mutatok nektek néhány nagyon jó frappáns mottót, amit akár meg is lehet tanulni, hiszen ugyan mottót nem kötelező a fogalmazások elejére illeszteni, de azért lehet. Például Kosztolányi Dezsőtől: hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy versnek, egy regénynek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen. Nyilvánvalóan egy kosztolányi elemzéshez, és ma még foglalkozunk nagyon sokféle elemzéssel, kiváló mottó ez a kosztolányi idézet. Vagy például, akármilyen furcsa, a valóságot mindig azok az irodalmi művek közelítik meg a legjobban, amelyeket a legkevésbé tartunk valószerűnek, mondja Aldous Huxley. És egy utolsó idézet Steinbecktől, híres amerikai írótól: semmiféle történetnek nincs ereje, sem tartós hatása, ha nem érezzük, hogy igaz és ránk is találó. Itt most valóban csak találomra választottam három nagyon frappáns idézetet, amivel esetleg érvelő fogalmazást vagy verselemzést is lehet kezdeni. És akkor már is haladjunk tovább a bevezetéssel, amitől bevallom, én régebben mindig nagyon féltem, mikor fiatal koromban ilyen típusú fogalmazásokat kellett írnom, úgy gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Nos, jó bevezetést írni valóban nagyon nehéz, de vannak a bevezetés írásnak olyan alapszabályai, amiket érdemes figyelembe venni, vagy akár megtanulni, és ha az ember ezeket betartja, akkor igazából nem lehet nagyon elszúrni a dolgot. Könnyű viszonylag jó bevezetést írni. Először is vegyük figyelembe azt, hogy mi a bevezetés feladata. A bevezetés feladata a téma megjelölése, az érdeklődés felkeltése az olvasóban, amit már ugye a címmel és az alcímmel is megtettünk, a jó indulat megnyerése az olvasók részéről, a szereplők, helyszínek, időpont bemutatása is lehet a bevezetésnek a feladata és célja, illetve a kifejtés menetének a fölvázolása is. Nem fontos, hogy ezek mind
meglegyenek a bevezetésben, de ha egyet-kettőt kiválasztunk ebből, akkor abból már egy jó bevezetést lehet írni. Hogyha emlékeztek rá, beszéltünk a mikroszerkezet előadásunkban arról, hogy mi az a fókuszmondat. A fókuszmondat vagy fókuszmondatok azok általában a legfontosabb tételmondatai egy szövegnek, és ezt szokták tanácsolni, hogy a szövegnek a fókuszmondata, az egész fogalmazásnak a legfontosabb, leglényegesebb állítása az már jó, hogyha a bevezetésben elhangzik. Milyen technikái vannak a bevezetésnek? Erre vonatkozóan is nagyon sokféle létezik, amiket már a középiskolás szinten is lehet használni. Például ilyen a történelmi hivatkozás, a személyes hivatkozás. Ha nem jut eszünkbe valamilyen történelmi példa, akkor legalább az, hogy mi hogyan éltünk meg valamilyen helyzetet, vagy jártunk-e már valamilyen helyen, ami az adott témához kapcsolódik. Lehet idézet. Ezért is mutattam be ezt a három mottót, hogy ezeket érdemes akár megtanulni. Lehet időszerű hivatkozás, hogy napjainkban éppen milyen események zajlódnak, amik az adott témával kapcsolatosak. Lehet valamilyen kérdést feltenni, amire a fogalmazás során választ keresünk. Lehet várakozáskeltés, valamilyen döbbenetes tény ismertetése, vagy a hallgatóknak tett ígéret arra vonatkozóan, hogy hozzásegítjük őket valamilyen tudásnak a megszerzéséhez, amire vágynak. A következőkben, hogy ne csak pusztán a levegőbe lógjon ez az előadás, én két témát választottam, az érvelő fogalmazást, illetve a verselemzést, amihez konkrét példákat szeretnék megmutatni nektek. Az első legyen mindjárt egy érvelő fogalmazás, amelynek témája, ez egyébként valóságos téma, szerepelt egy korábbi érettségén, hogy hasznosak vagy károsak-e a gyors éttermek. Általában érvelő fogalmazásnál olyan témát szoktak feladni, amiről mindenkinek van valami mondani valója. Mutatok nektek néhány elemet, amit lehet használni bevezetésben. Ezt a történetet muszáj elmesélnem. Mikor legutóbb egy gyors étteremben jártam, nem akarom befejezni, szemmel látható, hogy itt egy személyes bevezetést választottam példának, de nagyon jól indít egy történet. Muszáj elmesélnem ezt a történetet. Ha ezt a szót, hogy muszáj, belevesszük a bevezetésbe, már is felkeltjük a hallgatóság érdeklődését. A gyors éttermek története a régmúltban nyúlik vissza. Most elnézést, de idő hiányában nem fogom felolvasni az összes szöveget, hiszen akkor sokkal több lenne a kis előadásom, mint 25 perc. Ha most elolvastátok ez alatt az idő alatt, láthatjátok, hogy itt egy történelmi bevezetést választottam. A híres magyar étterem alapító és sztárséf Gundel Károly mondása szerint jó minőségű alapanyagból könnyű rosszat főzni, de rosszból sohasem lehet jót. Itt egy idézetet választottam ennek a témának a kidolgozásához, és végül pedig egy aktuális utalás, ez a Supersize Me című sokak által ismert, bár már elég régi, 2004-ben készült filmmel kapcsolatos megállapítás. Tehát lehet kiindulni nyugodtan egy filmből is, hogy valaki érvelő fogalmazást írjon. A következőkben mutatok néhány példát verselemzésekre, és hogy még életszerűbb legyen a dolog, Vas Juditnak, Verselemző érettségizőknek című könyvéből választottam nagyon jó példákat. Ezeket a példákat tudnotok kell, hogy mind gimnazisták, mégpedig 12. osztályos gimnazisták írták. Azért is mutatom meg őket, hogy mindenkinek kedve legyen versenyre kelni ezekkel a remek gimnazistákkal. Nem mondom meg, hogy melyik gimnáziumba jártak, egy budapesti gimnázium tanulóiról van szó. Ezeket sem tudom sajnos felolvasni idő hiányában, de láthatjátok, itt mindig oda van írva, hogy melyik témát választotta verselemzésnek. Itt például Janus Pannoniusnak a Dunántúli mandulafáról írott verséhez egy bevezetést olvasunk. Ady Endre korán jött költőknek nevezte azon elődeit, akik jóval koruk szellemisége előtt jártak, és így tovább. Felsorolja azokat a korán jött költőket, akik közé természetesen Janus Pannonius is tartozik. Ez tehát egy befogadás történeti, vagy idegen szóval recepció történeti megközelítés. Nagyon nehéz ilyet írni. Stíluskorszakokra is lehet utalni. Például Berzsenyi Dániel Magyarokhoz című ódájával kapcsolatban azt írja egy 12-es diák, a magyar klasszicista líra két kiemelkedő költője, Berzsenyi és Csokonai.
Míg Csokonai a klasszicizmust a szentimentalizmussal és a rokokóval ötvözi, Berzsenyi költészete már átvezetést jelent a romantikába, és így tovább nyugodtan olvassátok el, akár úgy is, hogy megállítjátok itt a videót. Remek jó bevezetés. Picit talán hosszú a egybekezdésnek, de nagyon jó bevezetés. Aztán van olyan bevezetés, ami kifejezetten keletkezés történeti. Minden érettségizett magyar olvasó tudja, hogy az előszó az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után íródott. Természetesen Vörös Marti Mihály előszó című verséről van itt szó, és ennek a versnek a keletkezés történetét vázolja fel a szerző ebben a bevezetésben. És végül egy utolsó példa, amely műfaj történeti bevezetés, Arany János borvitéz című balladájához. A romantika egyik irányzata az irodalmi népiesség, amelynek kedvelt műfaja a ballada. A műballada irodalom Percy püspök skót népballada gyűjteményének hatására virágzik fel, stb. Itt sem olvasom tovább. Tehát műfajból is ki lehet indulni, és remek jó bevezetést lehet írni ebből. És akkor nézzünk néhány példát, hogy azért ne csak ilyen unalmas, száraz dolgokról beszéljünk. Az a bizonyos első mondat, ezt a címet adtam a diámnak, és most akkor játszhatunk egy picit, hogy vajon kitaláljátok el, melyik regény kezdődik úgy, hogy ma nem mentem iskolába. Egészen banális, nem? Regénykezdésnek ez a mondat. Ki gondolná, hogy ilyen mondattal, hogy ma nem mentem iskolába, egy remek művet, mégpedig egy Nobel-díjat ért remek művet lehetett elkezdeni. Ez természetesen nem más, mint Kertész Imre Sorstalanság című regénye, ami 2002-ben nyert Nobel-díjat. Uram, a késemért jöttem. Hol hagyta? Valami matrózban. Szerintem rögtön mindenki rávágta, hogy Rejtőjenő Piszkos Fred, a Kapitány című nagyszerű szórakoztató regényéről van szó. Valaki megrágalmazhatta József K-t, mert noha semmi rosszat nem tett, egy reggel letartóztatták. Nem tudom, hogy rájött-e valaki, hogy ez Franz Kafka a Per című regényének a kezdő mondata, és mindjárt az első mondatból érződik az a feszültség, amely az egész művet átjárja. És végül égetni gyönyörűség volt, írja Ray Bradbury a 451 fok Fahrenheit című regényében. És gyorsan térjünk át a tárgyalásra, mert az időnk az közben nagyon szalad. A tárgyalás érvelő szövegek esetében a retorikában már kidolgozott módszerek szerint zajlik, tehát ezekről majd beszélni fogok egy következő adásban, amely a retorikák szerkezetét vázolja fel. Elbeszélés, kitérés, témafelvetés, érvelés, bizonyítás, cáfolat, ezek mind szerepelnek, tehát rendkívül retorikus a felépítése az érvelő szövegeknek. És a verselemzéseknek is van természetesen kötelező tartalmi eleme, illetve elemei, ilyen mint a téma, a műfaj, a cím, a szerkezet, a stílus, a hangnem és a verselés. Ezeken egy verselemzés során mind végig kell menni az elemzőnek. Hogyan is építsük fel a tárgyalásnak a különböző bekezdéseit? Azt mondtam, hogy a tárgyalás mindenképpen több bekezdésből kell, hogy álljon. Felépíthetjük ezt lineáris sorrendben is. Ezt alapvetően kronológiai sorrendnek is tekintjük, ha valamilyen narratív vagy elbeszélő szöveget alkotunk. Vagy felépíthetjük egy érvelő szöveg esetében ok-okozatai sorrendben is. Ez esetben is egyfajta sorrendiséget kapunk. A lényeg az, hogy valami fajta sorrendiség legyen a bekezdéseink felépítésében. Különösen érvelő szövegek esetében ezekről is lesz majd külön adás egy későbbi időpontban. Megkülönböztetünk lényeges és lényegtelen érveket, illetve az érveknek a hatásfoka szerint osztályozhatjuk őket, és a nagyon lényeges érvektől mehetünk a lényegtelenebb érvek felé. Ez esetben lejtéses lesz a szövegünk, vagy a lényegtelenebb érvekkel kezdhetjük, és a lényeges megállapításokig juthatunk el. Ez esetben fokozásos szerkesztésről beszélünk, és van olyan is, amelyet piramidális szerkesztésnek hívnak, amikor lényegtelenebbekkel kezdjük, a közepére tesszük a lényegeset, és a végére pedig a lényegtelenebbeket szintén. Ez utóbbit nem nagyon javasolják középiskolás szinten. Az érvelésünket felépítetjük úgy is, hogy először elindulunk az egyedi tényeknek az összeszedéséből, és ebből vonunk le valami fajta általánosítást.
Ezt ez esetben induktív érvelésnek hívjuk. Általában az empirikus érvelések tartoznak ide, tehát először saját tapasztalatainkat mondjuk el, például a gyors éttermek hasznosságával kapcsolatban, és ebből vonunk le következtetést, de meg lehet fordítani is a dolgot, és mondhatjuk azt, hogy először van egy általános érvünk, vagy megállapításunk, és ezt fogjuk alátámasztani majd az egyedi tények ismertetésével, ez esetben deduktív vagy racionalista érvelésről van szó. Maradjunk annál a témánál, hogy hasznosak vagy károsak-e a gyors éttermek. Ezt kell, érvekkel bizonyítanunk, és össze lehet szedni jó sok érvet, amellett is, hogy hasznosak. Ezért jó ez a fogalmazás téma, ezért szerencsés, mert mind a kettőre lehet találni jó érveket. Vannak hasznos oldalai a gyors éttermeknek, mint az, hogy viszonylag olcsón lehet étkezni bennük, bárhol elérhetők a világon, mindenütt nagyjából hasonló minőséget kapunk, és így tovább el lehet olvasni. A következő dián pedig összegyűjtöttem azt, hogy mik a amellett szóló érvek, hogy károsak a gyors éttermek, mert az árak sem a mennyiséggel, sem a minőséggel nincsenek arányban, egészségtelen ételeket kínálnak, és így tovább. Tehát ezeket az érveket kell alapvetően összerendezni, és kialakítani valami fajta érvelési sorrendet, ami lehet tehát fokozásos, lehet lejtéses, vagy akár piramidális is. A verselemzésnél megint csak Vas Judit kiváló könyvéből választottam egy példát, és itt most valóban csak egyetlen példa bemutatására van lehetőség, ez Radnóti Miklós Járkálj csak halálra ítélt című versének az elemzése. Itt láthatjátok azt, hogy szét kellett szednem bekezdésenként a szöveget, mivel ez egy hosszabb tárgyalás rész természetesen, azzal indul, hogy a mű gondolati vers, amelyben az én és a világ kapcsolatát bontja ki, és belső küzdelmeit, vívódásait vetíti ki. A lírai én világképe víziószerűen bontakozik ki, a vers látomás, és egyben a hangulati líra tárgykörébe is sorolható, hiszen egy tájban elrejtett életérzést tükröz, önmegszólító vers. Nem tudom pontosan ki írta ezt a fogalmazást, de valóban rendkívüli felkészültségről tett bizonyságot. Most már csak a pirossal kiemelt részeket szeretném mutatni nektek. Beszél a vershelyzetről, ami általában a vers indítása. Beszél arról, hogy a konkrét tájnak milyen jelentéssíkjai vannak. Beszél a vers világnézetéről, a benne található toposzokról vagy közhelyekről, morális értékekről és a vers üzenetéről természetesen. És azután beszél a tér és időszerkesztésről, a versbeszédről, a különböző szimbólumokról, a vers zeneiségéről, és végül a vers hangneméről. Ha mindezt végigolvassátok, és legyen türelmetek hozzá, hogy valóban ezt megtegyétek, akkor valóban azt lehet látni, hogy tömören, röviden, de mindenről beszél a verselemzés kapcsán az illető szerző, aki még egyszer mondom, egy 12-es diák. És térjünk rá gyorsan a befejezésre, amitől szintén bevallom, én régebben óckodni szoktam, jaj, ez nagyon-nagyon nehéz dolog, végre túl vagyunk a bevezetésen, túl vagyunk a tárgyaláson, de hát most mit is írjunk a befejezésben. Erre is vannak azonban tippek. Mi először is a befejezésnek a feladatköre? Összegzés, lehet kitekintés a jövőbe, lehet érzelmi betetőzés, hogyha különösen érzelmileg minket érintő témáról szóltunk, milyen típusai vannak, összefoglaló befejezés, amely összefoglalja a beszédünkben vagy írásunkban elhangzott fontosabb részeket, érveket, lehet érzelemfelkeltő befejezés, amellyel magunk mellé állítjuk, a mi általunk képviselt ügy mellé állítjuk az olvasót, például a gyors éttermeknél maradva azt, hogy hasznosnak vagy károsnak tartjuk, megpróbáljuk az olvasót erről még egy utolsó mondatban meggyőzni. És vannak befejezés technikák, ilyen a tömör összegzés, az idézet, a kérdésfeltevés, vagy éppen a felszólítás cselekvése. Itt is verselemzésekből választottam egy-két példát. Például Vajda János Nádas Tavon című verséről szóló elemzést így fejezi be a diák. A vers úgy gondolom olyan érzést közvetít, amelyet mindannyian megéltünk életünk során, így könnyedén felidézhet az olvasó számára is valamilyen személyes emléket. Esetleg ráébreszthet minket a természet tiszteletére, hiszen a mélyebb érzést, világban való eligazodást is segíti az ilyen tapasztalat. Ugye nem nehéz egy ilyen befejezést írni, csak egy kis elmélyült gondolkodás kell hozzá.
Ezt személyes befejezésnek nevezzük, személyes viszonyulásról szólt az iménti befejezés. Vagy lehet kitekintés. Kosztolányi egyik versével kapcsolatban azt írja a szerző, a mű végén a lírai én a felnőtt Kosztolányi ítéletet mond saját gyermekkori önmagáról, de míg a gyermek ösztönösen cselekszik, nem moralizális, nincs tisztában a tetteivel, addig a felnőtt ember tudatában van tettének szörnyűségével, mégis megteszi öncélból vagy hamis ideológiák miatt, ezért szörnyűbb minden cselekedete. Motívumtörténet, morális üzenet szerepel Babits egyik versével kapcsolatban, illetve Juhász Gyula Tápai Lagzi című versét a szerző egy kortörténeti kontextusba helyezve zárja le. Még kettőt szeretnék mutatni nektek, és kérlek, hogy ezt olvassátok el. A József Attila Elégia című verséről életrajzi befejezést olvashatunk, és végül a Babits és Adi vers összehasonlításáról pedig egy jelenre reflektáló, remek befejezést találunk. És hogy lezárjam itt is valamilyen játékosabb dologgal, az a bizonyos utolsó mondat is nagyon fontos a regényekben, és vajon melyik regényből származik ez a híres De vár rám a munka a kertben című befejezés. Igen, aki Walter Candidjára tippelt, az jól tippelt. Most mi rajtunk a sor. Nem egészen a utolsó mondat, de körülbelül az utolsó bekezdésben szerepel Balzac Goriot apójának a lezárása. Oroszlánokról álmodott az öreg. Ez egy nagyon híres utolsó mondat, mégpedig Hemingway az Öreg halász és a tenger című művéből, illetve egy még talán ennél is híresebb a Szerette a nagy testvér című lezárás, ami természetesen Orwell 1984 című regényében található. Végül az utolsó dián láthattok néhány további olvasmányt, amit ajánlok szíves figyelmetekbe, különösen azokéba, akik szeretnének megtanulni nagyon jól írni. Köszönöm szépen a figyelmeteket!